A napokban tetőzik a Bodrog folyó vízszintje, mint Felső Bereckinél, mint pedig a Sáros Pataki Alsó Bereckiben a Bodrog árhullámának elvonulásával párhuzamosan a belvíz minden éven megjelenik. Azonban 2010 óta komoly fenyegetettség nem volt a településen. Az alacsonyabban fekvő kertekben, pincékben, vagy éppen vízóra azonban már megjelent a talajvíz. Az illetékesek felkészültek a veszélyelhárításra. A Suberecki Község önkormányzata a katasztrófa védelemmel karöltve minden évben fölkészül a belvizes helyzetekre. Itt előtte gyakorlatokat végeznek a települési mentőcsoport, ősszel, és majd aztán, amikor megjelenik a belvíz, akkor pedig a katasztrófa védelmi raktárunk készen áll arra, hogy a veszélyt el tudjuk hárítani. Előkészítettük a homokzsákokat, a homokot, az eszközöket, amikkel a belvíz védelmet meg tudjuk csinálni, szivattyúkat, felkészültünk ezeknek az üzemeltetésére is. Az érintett részeken élők már megszokták, hogy ilyenkor figyelmük kell folyamat, mind a folyó szintjét, mint pedig a velvíz megjelenését. Alsó-Bereckiben három utcában élő lakosokat érint ez a Rákóczi, a Rajánus és a Tóhát utca, ezek a legmélyebb pontjai a településnek. Ez körülbelül 25-30 családot érint olyan 50-60 embert. Ezzel párhuzamosan nem csak erre kell vigyáznunk, hanem a kitelepítési tervet is már ilyenkor aktualizálnunk kell, és át kell gondolnunk, hogyha nagyobb, nagy a vészhelyzet, akkor hová tudjuk kitelepíteni az itt élő családokat, és a bent lévő vagyonukról gondoskodjunk, és megőrizzük, védjük ezeket. Legutolsó nagy árvízünk az 2010-ben volt, és akkor több családot is érintett, hogy homokzsákon kellett közlekedni. Azóta hál' Istennek lassabban vonult le mindig ez a, az ár, és nem volt olyan vészhelyzet, ami Miatt ez indokoltát tette volna, hogy ki kell telepíteni bárkit is. Ezt idén sem látják reális fenyegetésnek. Azonban a település vezetése és a katasztrófa védelem készenlétben áll, ha a beavatkozás mégis szükségessé válik.